Hallo, hallo. Và phố ba lùng hình đàn áo lợn bồ lớn ấy. Elég szép ez a játék. Bár a Hunter Color Devil szerintem jobban meg van csinálva. Az inkább szimulátor szerintem, mint ez. Üdvözöllek téged is. Hogy telt a napotok? Sziasztok. Neked is szép estét.
Szoktatok hasonló játékokkal játszani, mint ez a vadászos? Ó, de jó, meg van csinálva a nap. Nagy and Shea Grafikeja. Ja, igen, szép. Jó a mikrofon hang amúgy? Nem hiszem el, olyan szép szarvasok szoktak itt lenni, meg disznók. Most meg csak egyelőre nyúlnyom van. Megpróbálok minden állatból lőni most. Aha. Nyúl, hát nem hiszem el. Köszönöm a választ. Ismered a játékot? Hopp, ajaj, nem kellett volna futni. Volt egy szarvas a közelbe. Reméljük nem vett észre. Aha. Nem is rossz. Sika szarvas. Nem a legnagyobb. Hát nem a legjobb lövés volt, de meg lesz ez. Russian fishing foremost. Hát sajnos PlayStation-re nincsen. Én meg ugye átértem PlayStation 5-re. Northeast felé ment. Ugye nem telik nekem PC-re.
Hát esetleg Fishing Planetet tudok majd közvetíteni. Hát bánom, hogy nincsen PC, mert nagyon szerettem a Russian Fishinget. Csak sajnos egyéb problémák miatt meg kellett szabadulnom a jó kis gamer PC-mtől. Mindenütt nyúlszar. Na, kicsit közelebb futunk. Ez is. Mi ez? Mi a nyoma? Összehúgyozta magát, amikor meglátott. Az lenne az. Lehet ott a bokor alatt feküdt le. Aha. Ja, itt a vér végig, amerre ment. Akkor ő fekszik ott. Hát sokáig nem ment. Nem volt ez olyan rossz lövés. A vérnyomokat viszont jobban megcsinálták, mint a másik játékban. Ja, jaj, de szép egy szarvas. Hát elég szar lövés volt, mindegy. Na, futás vissza. Négyet tudunk lőni, aztán venni kell újabb engedélyt. És maradt a vér. Lehet, elmegyek, lövök egy medvét is. Vigyük a kutyát, ha tudjuk. Azt mondja, hogy jó. Viszont jávor hívó ide nem kell, hanem ezt helyett viszünk egy szkópot. Távmérőt, 12-50-es, 15x56-os, jó van. Na, gyere, kutya! Who's a good dog? Na, gyere, keressük a vadat. Múltkor itt kacsáztam itt a mocsaras részen, és egy gyönyörű nagy medvét is sikerült lőni.
Na, nem jössz, kutya. Én a parancsot kell adni. Jó van akkor. Keresd. Hát nem arra keres, amerre én akarok, akkor mindegy, majd jön. Milyen jót lehetne itt horgászni, mi? Pillanattelefon. Igen, Joel Len Badovni Vagy Kate Batat. Na, visszatértem a telefonból. Na, megint tele van kacsával a tó. Nem is kevéssel. Nem hoztam a sörétes puskát. Na mindegy, hagyjuk őket. Múltkor nem volt ennyi kacsa itt. Van itt sima vadkacsa. Kanadai lúd. Az előbb pont azt hallottuk. Indíthatok ám másfajta térképet is. Van még itt Európában ugye a Hargitai pálya. És Amerikában is vannak pályák. Tiszta Russian fishing. A kutya nem talál semmit. Ez a kis bígül kimondottan ilyen nagyobb vadakra van kiképezve. Van egy labradorom benne, az ilyen kacsázásra, libázásra van. Meg van egy pointer, az meg ilyen nyúl, hopp. Ajaj, kutya, miért nem jeleztél?
Az meg nem jó puska. Á, ott volt egy farkas. Hát kutya, sok hasznodat nem veszem. Pedig nem is futottam. Kiszúrt és eliszkolt. Biztos jött volna a ludak végett ide. Van itt les valahol? Hát nincs. Azért a pálya közepére rakhattak volna egy lest. Na, mit találtál? A farkasnyomot gondoltam. A szemedet nyisd ki, ne az orrodat. Vagy mi ez? Ja, farkasnyom. Igen, tudjuk, láttuk. Ott egy nagy angolnál. Az erdélyi pályát jobban szeretem. Nem nagyon lehet látni semmit. Lehet át is megyek az erdélyi pályára. Ez annyira ködös. Meg ott szebbek a vadak szerintem. Na, akkor megmutatom, eddig miket lőttem. Itt egy gyönyörű medve. Kutyát elküldjük szabadságra, mert hasznát nem vesszük. Van itt disznó, szarvas. Te mi is vagy? Puma? Nem. Pöttyös szarvas, róka, jávorbika, farkas, ott is kacsa, ott fent is van egy hiúz. Na, menjünk akkor az európaira. A horgita. Hát itt se jobb az idő. Na mindegy. Azt mondja, hogy kezdjük itt a sátornál. A nyomot ezért megnézzük mi. Őz. Lerágott növény az ősztől. Ó, ide meg kellett volna a jávorhívót hozni. Ó, na most már mindegy. Ez is az ős, ősz friss nyom.
kicsit várakozunk, hallgatózunk. Hát, ha lesz valami. Hát ide nem kellett volna ezt a nagyot hozni. Kitakar mindent. Tegnap sikerült nagyon szép pöttyös szarvasokat elejteni itt. Őz. Szarvasban nem lesz hiány. Elmegyünk a lesre, aztán ráhívunk a szarvasokra. Hát azt ilyen külső nézetet nem fogom megszeretni. Jaj, de jó, meg van csinálva ez a pára is az erdőbe. Na, itt már óvatosabban megyünk. Ja, mindjárt ott a les. Ja, csak fa. Azt hittem fekszik egy szarvas. Kellett volna hoznom egy csigás íjat. Ez a legyatikol is repul ez id. Hogy ne repülne nagyon. Ugyanaz, mint a Russian fishing. Hát a The Hunter Call of the Wild-dal meg még jobban repül. Ott azért nehezebb az állatokat becserkészni.
ott a szelet is figyelni kell, nem is tudom, hogy miért ez a szimulátor, mikor az jobban szimulátor. Ott állítani kell az O-ringet a fegyveren. A szelet nézni, azért ott az jobban összetettebb. Meg ott ugye tudsz vinni izéket magaddal. Lesz sátrat, fára szerelhető lesz. Itt semmi olyan nincs benne, sajnos. Na mindjárt körbenézünk, aztán ráhívunk a szarvasokra. Hát elég lett volna a kisebb szkó. De bánom, hogy a jávorhívót nem tettem be. Mi újság a Russian Fishingbe? Megdöntötték már az 5 kiló fölötti angolnál? Na, azt is. Az angolnámat megdöntötték már az 5 és feles angolnák? Na, hol vagytok, szarvasok? Próbálunk akkor Vapit itt hívni. Habár ezen a szerveren szerintem nincs is. Ja, nincsen. Nincsen Vapit itt. Ó, csupa rossz hívókat hoztam. Ó, miért hoztam Vapiti hívót? Hát itt nincs is Vapiti. Na, talán gím szarvas. Hát, ha van. Ide kéne lemenni? Ja. Hát akkor lemegyünk oda, mert itt nem nagyon válaszol semmi.
Itt elvileg lesz. Mert már lőttem. Elég hülye hangja van. Tegnap itt keletről jöttek. Ó, micsoda köd van, te jó ég. Na, itt szúrják ki egy állatot. Semmi. Farkas. Hát, ha azért nincs szarvas, mert van farkas. Na, várunk egy picit. Már farkas, meg inkább itt szoktam lent lőni. Meg ott fönt. Tegnap olyan szép tiszta idő volt ezen a pályán, most valamiért a mai napon ez kísért. De még nyomot se látok a közelbe. Na jó van, cserkeljünk egy kicsit. Hát megyünk, megnézzük azt a lest.
Hát, ha több szerencsével járunk, hát nem lesz ott ilyen köd, mint itt a tóparton. Jaj, de szépen meg van csinálva. Jó sűrű az erdő. Olyan, mintha Google vagy gyorsabban lépkedne. Na nézzük a lest, mindjárt odaérünk. Á, gyönyörű ez a játék. Tiszta időben meg békszebb. Ott volt valami szarvas, későn vettem észre. Aha, sikaszarvas. Hopp, ajaj. Százhuszonhét és 121 méter. Ott van öt. Na melyik a szebb? Látom az agancsát neki. Ajaj, az egy elég csúnya. Elnél jegy. Hol a másik? Ja, az egy őz volt. Azért mondom, hogy... De hol a sikaszarvasunk? Őz lett volna csak itt. Hát nem valami szép. Ezért lett volna jó a csigás íjat hozni.
Itt mind a kettőt lelőttem volna. Hát mindegy. Lehet, hogy le kéne lőni. Hogy menjen. Na mi legyen, kilőjük vagy ne? Az a baj, ha arra megyek, akkor elijesztem. Kell kerülnünk egyet. Szarvas. Ó, még mindig mennünk kell a lesig. Elmentek az őzek vajon? Remélem azért találok majd szép medvét is. Meg kéne keresni a lest. Elvileg valamelyik fán van. Ja, még arrább. Hát eddig egy szarvas lőttünk a csepáján. De majd itten több szerencsénk lesz. Hopp. Egy róka. Hát elmegyünk előbb a lesbe, aztán majd behívjuk. Ja, meg egy szép farkasszal asztottunk el. Ott a les.
hova megyek? Vagy ez egy másik? Nem, ez az. Hopp, ott egy medve is. Na, ezt mondtam. Itt azért minden előfordulhat. I just got this game and it's hella fun. Hello? Ott a medve. Ú, de szép vagy. I just need birds and brown bear, then I'm done. Hát én már lőttem. I shoot the ducks, the goose. Hát ez lehet lecsúszott. Na mindegy, megnézzük. Ahol a medve nyom. Ja, pedig itt jött valahol. Ott voltam. Na, meglőttük a medvét, de merre ment? Kellett volna a kutya.
na így azért már jobb lesz. Elég nehéz a nyomkövetés benne. Na, igen, bementi a fa tövéhez, aha, és elfordultál, trükkös, trükkös maci. Na, lassan meg lesz. Nem nagyon morog. Elég rossz helyen lőttem meg szegényt.
A haj elment a két fa közt. Friss a nyom. Friss a nyom a macinak. Na, jön a trükk. Visszafordult volna. De miért? Nem még volt ereje enni. Na, ez is friss. Who would a mass element as a massy? Ja, rosszul lőttem meg. Eközben néztem a csetet. Akkor írt az a külföldi. Aztán szerintem belerántottam a lövésbe. Hát meg ugye nem a legerősebb fegyvert hoztam medvére. Ide szart egyet. Kellett volna a kutyát hozni, mert úgy gyorsabban meg lehet találni. De legalább hallanám a hangját, akkor be tudnám azonosítani. De nagyon csendben van.
Hát ez jó megsétáltat. Na. Elvérezhetem-e? Hopp. Egy szarvas. Mindegy, azt már behívjuk. Csak milyen volt vajon? Lehet, hogy vörös szarvas. Aha. De szép vagy. Aha, az meg is van. A szarvas megvan. Az megfeküdt. Na jó van, oké. Akkor folytassuk a medvével. Elvileg a medve is meg lesz valamikor. Ja, ilyen nagyobb szarvasokra jó ez a fegyver, de a macira ezek szerint nem. A futás kicsit megcsinálták volna komolyabbra, mert ez elég gagyi. Na, friss a maci, nyom is. Legalább egy hangot adnak ki ez a medve. Ó, de jó, megsétáltat. Ó,
Ó, már nem biztos, hogy lőhetem. Mert szerintem lejárt a licensz, megvan a három. Aha, ja. Ó, kellett volna licensz. Na jó van. Majd veszünk licenszet rá. Ja, mert csak hármat lehet lőni. És tegnap lőttem ugye bár kettő ilyen szarvast. Hát nem hiszem el ezt a medvét. Mennyi vér van ebbe, te jó ég? Na jó, lehozott a vízpartra. Folyik a vére, és itt szépen elfalatozgat a maci. Lassabban megyünk. Utolértük. Fú, azért elég ijesztő a hangja. Nem akarom elijeszteni. Majd mindjárt megtámad. Itt már elég kacskaringó sem megy. Jó volna látni a macit. Megkínálnám még egyel. Ó, te kellettél még ide. Vaddisznó.
Bezzeg, amikor disznóra vadászok, akkor nincs. Na, megtámad vagy nem támad meg? Persze, hogy beviszel a sűrűbe. Ó, csezd meg, de megijesztettél. Na, hol vagy, Maci? Nem is követem már a nyomot, próbálok hang után menni. Mennyi disznó van itt, te jó ég? Száz 15 méterre van itt a medve előttem elvileg. De olyan sűrű a bozót. Itt a Maci előttem már. Próbálok rákerülni. Közben volt itt két disznó is. Na, hol vagy, Maci? Aha, ott van bent. Ott megy végig előttem. Csak nem akarom seggbe dúrantni. Á, megvan, jó. Királyság. Nem is Oli and Connie as a jaw talk. Hát nem. Nem is kicsi a Maci, de fiatal. Na, nagyobbnak tűnt. Na, akkor menjünk vissza. Hova menjünk vissza? Rakunk be jávorhívót, ezt visszamegyünk, hát ha jön egy jávorbika. Azt mondja, a disznó van a ház környéken. Azt mondja, hogy... Nem kell nekünk a kettes hívó, a vapiti hívó, az helyett kell nekünk ez. És az összes többi van elvileg. Van disznóhívó is szerintem. Nem kell a hármas se, a szkóp, hanem az helyett kell nekünk, de van berakva disznóhívó. Jó van akkor. Akkor viszont ezért lecserélem. A hármas helyett a szkópot erre a picire. Na, nézzük azt a disznót. Elvileg itt valahol van disznó.
Nem nagyon válaszolnak a kucuk. Akkor ide leteleportálunk. Aztán megpróbálunk jávort is lőni. Hol van Eles? Itt balra. Na, lőttünk gimszarvast, sikaszarvast, medvét, a disznókat nem sikerült, az őzet nem lőttük ki, ugyanígy a disznókat se. A farkasunk meg elszaladt, de hátha. Tudom, ezen a lesnél milyen állat van, mert itt még nem jártam. Hopp. Csak remélem, hogy nem gipszarvas, dehogy nem, hát pont amit nem lőhetek már. Oj. Mindegy, azért behívjuk, megnézzük, hogy milyen szép. Ugye ki kell lőni a bizonyos mennyiségűt, és utána vehetsz újra licenszet rá, vagyis engedélyt. Na, ha már ott is jön. És tudja, hogy egy kapitális lesz? Nem, picike. Hát ez nem szép. Kis pici. Hát, ha van disznó.
Ha, elég merész vagy, Pajti. Bejött a lesala. Ezért kellett volna Csigási. Lehet valamelyik nap csinálok egy olyan élőt, hogy csak Csigásíjat hozok. Mert most is lett volna két őzünk. Mind a kettőt le tudtam volna szedni Csigásíjjal. Na jó van, menjünk át a másik lesbe, mert ott tuti, hogy szokott lenni jáborszarvas. Elég bátor volt, szépen bejött talánk. Na közben picit némulok, mert kell egyet telefonálnom.
Na, nem nagyon akar jönni. Semmi. Én meg elmegyek, lefekszek, mert reggel meló. Majd valamelyik nap indítok egy csigásíjas vadászatot. További szép estét, jó pihenést, hello. Találkozunk legközelebb. Ha pedig tetszett a videó, iratkozz fel a csatornára, dobj egy lájkot, és jelezd a haverjaidnak, hogy itt ilyen vadászos streamek mennek. További szép estét, hello!